Sziasztok! A napokban kaptam azt az információt, hogy egy bizonyos márka, illetve márka szerviz felhívott engem, hogy mától nem lehet alkatrészt értékesíteni, csak kimondottan partnerek számára. Illetve ezt ők határozzák meg. Szóval szerintem ez egy kurvára nem jó dolog, mert igazából ebben semmiféleképpen nem értek egyet, ezzel a márkával meg is fogom szüntetni a kapcsolatunkat. Ugyanakkor én azt mondom, hogy ha te elvégeztél egy iskolát, mindenféle képzettséged megvan ahhoz, hogy ezt a szakmát végezd, akkor nektek egy márkacég szerintem semmiféleképpen nem tilthatja meg, hogy ugye alkatrészt biztosítson. De hát most ugye ez zajlik, és ők megmagyarázzák azzal, hogy ez azért van, mert hogy az ő általuk képzett szerelő. Hát ilyen nincs. Tehát nincs olyan, hogy ő általuk képzett szerelő. A szerelők iskolába, mestervizsgán, arcképes igazolvánnyal, műszaki biztonsági ismeretekkel bírnak. Tehát nincs ilyen, hogy ő általuk képzett szerelő. Tehát mindenképpen, ha mondjuk egy adott készüléket mondjuk forgalmaznak itthon, az alkatrészt kell biztosítsanak, nem csak nekem, minden más szerelőnek. Tehát én ezzel nagyon nem értek egyet, úgyhogy ha így gondoljátok, akkor így, ha nem, nem, de ugyanakkor köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, sziasztok!